Üdvözöllek, kedves 6. osztályos diákok! Ma folytatjuk tovább a négyszögekkel kapcsolatos tudnivalókat. Méghozzá ma arról fogunk beszélni, hogy milyen fajta négyszögeink is léteznek. Négyszögeket osztályozzuk, tehát már a képen is lehet, hogy vannak olyan alakzatok, amelyeket már fölismertek, sőt, ugye a 5. osztályban is már beszéltünk olyan alakzatról, mint a zöld, lehet, hogy van, aki már tudja annak a fura nevét is. A narancssárgát szerintem ismeritek, valószínűleg a kis kéket is, a lilát is, tehát most így színeket mondok, de hát én gondolom, hogy ti tudjátok hangosan mondani, az téglalap, vagy négyzet, vagy vajon mi lehet az utolsó? Az utolsó lehet, hogy egy sárkány, vagy az hogy hívják matematikai szempontból. Na, erre fogunk ma igazából pontos válaszokat adni, hogy milyen, miként osztályozzuk a négyszögeket. Kétféleképpen fogjuk osztályozni őket. Az első az az lesz, hogy az oldalai párhuzamossága hogyan is néz ki egy-egy négyszögnél. Ez alapján kettő részre fogjuk őket felosztani. Az egyik lesznek a paralelogrammák, ezt így kicsit gyakorolni, hogy paralelogramma, és a másik pedig a trapéz, ez egy kicsit könnyebben kiejthető, de vajon mi az egyik, mi a másik? Ugye a paralelogrammáról már a tavalyi évben beszéltünk, 5. osztályban, és rajzoltam is ide paralelogrammákat nektek, és látjátok, hogy mindegyikben egy bizonyos dolog egyforma. Méghozzá azt látjuk, hogy bizonyos oldalakat kékkel jelöltem mindegyiknél, és bizonyos oldalakat viszont pirossal. És ez elég jól látszik is, hogy a kék szakaszok, az oldalak mindenhol párhuzamosak. Tehát ugye ezt ismerjük A, B oldal, ugye így jelöljük az oldalát. Kettő vonalka az a párhuzamosságnak a jele CD-vel, itt is az AB a CD-vel, itt is az AB a CD-vel. Ez valójában kettő ugyanaz, csak ugye egyik jobbra dől, úgymond a másik pedig balra dől. Illetve a piros oldalak is, tehát az AD a CD-vel párhuzamos, itt is párhuzamos, és itt is párhuzamos. Tehát olyan paralelogrammákat látunk itt, ugye? Amelyről ezt tudjuk megállapítani, hogy a paralelogramma az egy olyan négyszög, amelynek kettő pár szemközti oldala párhuzamos. Kettő pár. Tehát a szemközti oldalaik párhuzamosak. Paralelogrammánál ez egy fontos tulajdonság. Ugye ez egy olyan, mint egy dőlt valamilyen alakzat, majd erről is fogunk beszélni, de hogy ennek köszönhetően a paralelogrammának van magassága, mivel valamilyen szögben ő el van dőlve, ugye? És a szem közti oldalai párhuzamosak, így azt jelenti, hogy a két párhuzamos oldal közötti távolságot az be tudjuk rajzolni. Méghozzá miképpen, ugyanúgy, mint a háromszögeknél tettük, ráfektettük ugye a derékszögű vonalzónkat az oldalra, és igazítottuk a szemközti csúcsához. Ugye ezt a bizonyos D1 pontot talp pontnak nevezzük, ez a szakaszt, ami a két párhuzamos oldal közötti távolságot mutatja, H-val jelöljük magasság, és ugye azért van itt egy pici A betű, mert ez a kettő oldal nem egyforma hosszú, a két szomszédos oldal nem egyforma hosszú, ennek köszönhetően neki lesz egy másik magassága is, a két másik párhuzamos oldal közötti távolság, azt B-vel jelöljük az oldalakat, tehát ide tesszük a derékszögű vonalzónkat, és igazítsuk a D csúcshoz szintén, és merőlegesen a BC oldalra meghúzzuk. H kicsi B-vel jelöljük. Na akkor nézzük, hogy milyen fajta paralelogrammáink vannak, amelyeket ráadásul mind szinte ismerünk is. Az első paralelogrammánk az a téglalap. Ez azt gondolom, hogy egy teljesen ismert alakzat, nagyon-nagyon régóta ismeritek, de akkor most beszéljünk róla, hogy tulajdonképpen mi a téglalap. Azt látjuk, hogy stimmel az, hogy paralelogramma, tehát a két szem közti oldalai párhuzamosak, és ennek köszönhetően egyenlőek is, ugye ez egy fontos megállapítás róla,
De azt látjuk, hogy a téglalap az egy olyan paralelogramma, amelynek minden szöge derékszög. Minden szöge derékszög. Tehát azt látjuk, hogy mindegyik szöge 90 fokos. Négyzet, ezt is ismerjük. Kicsit nagyon, tehát valószínűleg megzavaró az, hogy miért tettem oda zárójelbe azt, hogy téglalap. Mi közel van a négyzetnek, a megfogalmazásának a téglalaphoz? Hát nagyon egyszerű. A négyzet olyan téglalap, mivel a négyzetnek is ugye minden szöge derékszög, de ráadásul, tehát egy olyan téglalap, amelynek minden oldala egyenlő. Tehát tulajdonképpen a négyzet az egy téglalap. És akkor ugye az összefüggést ugye nézzük meg, tehát a négyzet az egy téglalap, azért, mert ugye minden szöge derékszög, de visszafelé ez nem érvényes, mert ugye a négyzetnek minden oldala egyenlő. Ugye ezt állapítottuk meg, hogy a négyzet olyan téglalap, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú. De nagyon egyszerűen, hogy azt tudjuk megállapítani a négyzetről röviden, hogy a négyzetnek minden szöge derékszög, és minden oldala egyenlő. Na, akkor menjünk tovább. Látunk egy négyzetet, amit, hogyha mondjuk rá, én lefixálnám ezt a két oldalát, és itt erről meglökném, akkor ezt kapnám, egy dőlt négyzetet. Olyan, mintha itt így kupán vágnám menni az oldalnál, és valamilyen szögben ugye megindítanám. Na, ő lesz a rombusz tulajdonképpen, és azt is szoktuk rá mondani, hogy egy dőlt négyzet, meg van dőlve egy négyzet tulajdonképpen. Tehát a rombusz szintén egy paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő. Azt látjuk innen, hogy a szögei azok nem egyformák, erről majd külön fogtok beszélni a későbbiekben, viszont mivel eldőlt, akkor valahol látjuk, hogy már a szemköztiek lesznek valószínűleg egyenlőek, de ez most... Na, és akkor most kicsit játszadozzunk el azon, hogy vajon a téglalap az rombusz-e? Szerinted a téglalap rombusz? Mit tudunk róla, hogy minden szöge derékszög? Párhuzamosak is a szemközti oldalai, de mi nem stimmel? Az nem stimmel, hogy nem egyenlőek az oldalaik. Vagyis, tehát minden szöge egyenlő, szemközti vagy párhuzamosak, ez stimmel, viszont szomszédos oldalai különböző hosszúak, hosszúságúak, tehát nem lehet a téglalap semmiképpen rombusz. Viszont a négyzet az lehet-e rombusz? Minden szöge egyenlő, az oldalai párhuzamosak, a szemközti oldalai párhuzamosak, egyenlő hosszúságúak, tehát kimaradta a mondat, hogy ugye a négyzet az tulajdonképpen igen. Na, akkor nézzük a másik csapatot, négyszög fajtáit, a trapéz. Ezt is ugye valójában ismerjük. Mit látunk itt? A zöld vonalak azt mutatják, hogy ők párhuzamosak, de a másik kettő szemközti oldal nem. Tehát az ABCD-vel igen, viszont a másik kettő nem. Tehát a trapéz az egy olyan négyszög, amelynek pontosan egy darab párhuzamos oldala van. Tehát egy darab párhuzamos oldala van, a másik kettő nem. A trapéznak ugye, mivel a másik kettő oldala különböző, ennek köszönhetően több fajtája is létezik. Méghozzá olyan létezik, ez a zöldben látjátok, hogy ez a kettő nem egyforma, ez a lila trapéznál, ennél a lila trapéznál látjuk, hogy ezek itt derékszögek, illetve ennél meg, mintha valami egyformaságot látnánk, nevük szerint őt úgy hívjuk, hogy különböző oldalú trapéz, igazából általános trapéznak hívjuk. A jelölése szemszögéből a párhuzamos oldalakat úgy fogjuk hívni, hogy alapok, ezt hívjuk A alapnak és B alapnak,
A másik kettőt pedig úgy fogjuk hívni, hogy szár. Erről is már részletesen fogtok tanulni. Illetve derékszögű, azért mert van benne derékszög, és egyenlő szárú trapéz. Lehet következtetni akár abból is, hogyha ezeket az oldalakat meghosszabbítanánk, ugye, akkor ebből egy egyenlő szárú háromszög lenne, és olyan, mint hogyha kicsit ezt így párhuzamosan ezzel az alappal elvágnánk. De azért hívjuk egyenlő szárú trapéznak, mert ez a két oldala egy forma neki. Mivel van benne párhuzamos oldal, ezért neki is van magassága, ugyanúgy a két szemközti oldal közötti távolság az a trapéz magassága. Tehát a derékszögű vonalzat ráfekteted az oldalra, igazítod a másik befogóját ugye a derékszögű vonalzónak egyik csúcsához, ebben az esetben D-höz meghúzod, és ez ugye a magassága. És ugye van egy harmadik fajta négyszögünk is, őt nem a párhuzamosság alapján osszuk, hanem az egyenlő oldalai alapján tudjuk megállapítani. Ugye felraktam ide ezt a kicsi sárkányt, ugye ilyet biztos vagyok, hogy a gyerekkorotokban készítettetek. És tulajdonképpen mi a deltoid? Nézzük meg a rajz alapján. A szomszédos oldalak egy színnel vannak jelölve, azt jelenti, hogy ők egyenlőek, illetve ez a másik kettő egyenlő. A nem konvexet is ide rajzoltam, ugye, tehát ez a C csúcs, ez ugye lehet a másik irányban is, tehát nem csak ilyen alakban létezhet, és ami fontos, ugye ezek az A és a C szemközti csúcsok, ugye azok egy vonalban vannak. Tehát a deltoid, ez egy olyan négyszög, amelynek két pár szomszédos oldala egyenlő. Erről is fogtok majd a következő órák egyikén részletesebben beszélni. Tehát mindegyik a paralelogrammáról, a téglalapról, négyzetről, rombuszról, mindegyik traprézről és a deltoidról is fogtok bővebben részletesen tanulni, a szögeiről, az oldalairól, az átlóiról, illetve meg fogjátok őket tanulni, szerkeszteni is. De azért is fontos, mert utána fogjátok ezek a tulajdonság alapján könnyebben megérteni, hogy hogyan számítsuk ki ezeknek a négyszögeknek a területét. A mai óránkon a négyszögek osztályozásáról volt szó, hogy milyen fajta négyszögek is léteznek, legyetek kitartóak, gyakoroljatok, tegyétek bele a megfelelő időt a gyakorlásotokba, hiszen a matematika nagyon-nagyon sok területen ad megértést, és olyan dolgokat tudtok ezáltal más területeken is megérteni, mértan, illetve a számtan alapján, ami későbbiekben sok olyan dolgot hozhat, ami megkönnyítheti az életben való logikus és könnyebb gondolkodást. Ennyit szerettem volna mára mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és az együttműködéseteket.